Amit az oltóanyagokról nem biztos, hogy tudsz, pedig tudni lenne érdemes, harmadik rész. Anita Petek Dimmer 2008-as Zürichi előadásának a magyar változata, ebből is a harmadik rész. Itt arról lesz szó, hogy ezeket az oltóanyagokat milyen táptalajon tenyésztik, vagy állítják elő. Nagyon fontos, hogy tudjuk, hogyan állítják elő az anyagokat, mert akkor már a gyártási folyamatból tudjuk, hogy egyrészt az oltás óriási károkat okozhat, másrészt az oltás nem azt teszi, amit újra és újra megígérnek nekünk, vagyis nem nyújt védelmet. A vakcinákat ma is nagyrészt állatokon, azok termékein tenyésztik. Egyik például a tyúktojás, az úgynevezett influenza elleni vakcina esetén, vagy az állatok vérén, ez az úgynevezett táptalaj, ahol aztán a vakcina anyagai növekednek. Vannak olyan vakcinák, amelyeket elölt emberi magzatokon állítanak elő. Gyógyszeriparunk a következő okból lelkesedik ezért a gyártási módért. A nyersanyagot nagyon olcsón lehet beszerezni. Ezt a mondatot most nem kommentálom. Feltételezem, hogy mindenki tudja és érti, hogy miről van szó. Ez már nem az egészségről szól, hanem az etikáról és az erkölcsről. És ezek legalább olyan fontosak, mint az egészség, hanem fontosabbak, mert az életünk az etikával és az erkölcsel kezdődik és végződik, és az egészség egy bizonyos ponton a kettő közé kerül. A rubeola elleni védőoltást és a bárányhimlő elleni oltást ezekkel az előtt magzatokkal állítják elő, és az egész világ ezt a rubeola elleni vakcinát használja, kivéve Japánt. A japánok etikai okokból nem hajlandóak használni. Van egy saját rubeola elleni oltóanyaguk, amelyet kutyavese sejteken tenyésztettek ki. Én azt gondolom, ha tisztelem az életet és a becsületet, akkor ugyanolyan etikátlan egy állatot felhasználni, mint egy ember. Vannak olyan vakcinák, amelyeket HeLa sejteken állítanak elő, HeLa vagy más néven HDC sejteken tenyésztenek. A HeLa sejtek egy Henrietta Lacks nevű hölgytől származnak. A név a hölgy nevének kezdőbetűiből származik, akitől a rákos sejtek származnak. Az 1980-as évek közepén volt ez a hölgy, akinek a rákja rendkívül gyorsan nőtt. Ebbe ő aztán bele is halt. Több orvos és tudós is figyelte a rák növekedését, és aztán valakinek, ezt gondolják csak végig, támadt egy ötlete, és azt mondta, hogy ezeket a burjánzó rákos sejteket csodálatosan felhasználhatjuk vakcinák előállítására. És ez az oka annak, hogy sok vakcinát ezen módszer alapján állítanak elő, mert így nagyon gyorsan és nagyon olcsón elő lehet állítani sok anyagot. Mint látható, ennek semmi köze az egészséghez, ez a profitról szól, és semmi másról. A gyógyszeripar ma a fegyveripar után a második legerősebb tényező egy országban, és még inkább egy olyan országban, mint Svájc. A kanyaró és a mumps elleni oltást ezeken az emberi rákos sejteken tenyésztik. Az iparosodott országokban már nincs is másfajta kanyaró és mumps oltás, tehát amit más alapokon állítanának elő. A veszettség elleni vakcina egy részét is így készítik. A gyógyszeriparunk szerint ez egyáltalán nem számít, mert ezeket az oltóanyagokat úgy tisztítják és szűrik, hogy az oltások beadása után egyáltalán nem maradnak benne rákos sejtek. Ez viszont nem igaz. Ha szerzel egy ilyen oltóanyag ampullát, kapard le a címkét, és vidd el egy laboratóriumba, és hagyd, hogy megvizsgálják, mi van benne. És akkor ezek a dolgok újra előkerülnek. Ezek a rákos sejtek utólag kimutathatók. Ezt tudod, ez egy egyszerű tény, ezt nem lehet eltitkolni. És ha kimutathatóak, akkor képesek kárt is okozni. Erről kár is vitatkozni. Vannak olyan vakcinák is, amelyeket verósejteken tenyésztettek ki. Néha a betegtájékoztatóban csak azt írják, hogy sejtvonalak, de ezek mindig állati rákos sejteket jelentenek, szinte kizárólag a cerkók majomból. A majmok hasonlítanak ránk emberekre, néha van egy kis különbség, néha nincs, és ezért gondolták, hogy jó ötlet lenne őket hol az egyikre, hol a másikra használni. Az influenza elleni védőoltások egy részét is így állítják elő, bár a nagy részét még mindig tyúktojásos alapon gyártják. De a Baxter cég teljesen új gyártási módszerei, egy kicsit burkoltan reklámozzuk őket, a Baxter cég, vagy most a nagyon új Novartis cég,
Vadonatúj utakat járnak, többek között a hepatitis A elleni védőoltást is így állítják elő. Aztán, és ez az, ami ma a gyógyszeriparunk szerint a non plus ultra, a legjobbak legjobbja, és ahogy a motto tartja, ha rossz, akkor legalább legyen igazán rossz, ott vannak a genetikailag előállított vakcinák. Alapvetően feltételezhető, hogy egy újonnan kifejlesztett vakcina mostantól, azaz a jövőben mindig géntechnológiával előállított lesz. Ez az új HPV vakcina, a méhnyakrák elleni vakcina szintén géntechnológiával készült. Tehát mostantól kezdve a jövőben nem lesz többé más módon előállított oltóanyag. A gyógyszeriparunk azon a véleményen van, hogy a géntechnológia révén jobban tudják az egészet irányítani, jobban tudják kezelni, tisztább a vakcina idézőjelben. Az a helyzet, hogy a géntechnológia esetében a gyógyszeriparunk nem tudja, hogy mit csinál. Nem tudjuk, mi történik bennünk, de ami még rosszabb, hogy a gyógyszeripar és a kutatók sem tudják, hogy mit csinálnak vele. És a kár, ami itt történik, erről még hallani fogunk a nap folyamán, a kár most nem látható. Nem látható most azokban a gyerekekben vagy felnőttekben, akiket beoltottak, hanem ez a kár átadódik a következő generációnak, az utána következő generációnak és az azután következő generációknak. És ez a kár csak akkor lesz majd észrevehető, amikor már olyan nagy lesz, hogy nem lesz visszaút a számunkra, és az egészet akkor majd egyszerűen biológiai katasztrófának fogjuk nevezni. A hepatitis B vakcinát például úgy állítják elő, ez tisztán géntechnológiával készül. 1985-86 óta vannak géntechnológiával készülő vakcinák, aztán ott van a HPV, az úgynevezett méhnyakrák elleni vakcina. A veszettség elleni vakcina egy részét is így állítják elő, és az összes állati vakcina 99%-át. Az állatok oltásaival még gondatlanabbul bánnak, olyan anyagokat is tartalmaznak, amelyek az embereknél már generációk óta tiltottak. De az állatok, hát Isten, nem. Még mindig nem tudnak beszélni, és még mindig nem tudják megvédeni magukat. A harmadik részt itt vágtam el, és a negyedik részben azokról az információkról lesz szó, hogy hogyan is engedélyeztetik ezeket az oltóanyagokat, és kérlek, hogy írd meg kommentben, hogy érdekel-e, folytassam-e, ugyanis ilyen videóknak a közzététele nem kockázatmentes. És megmondom őszintén, hogy nem szívesen kockáztatnám a kontómnak a lezárását, ha ez senkit nem érdekel, hogyha érdekel, akkor megosztom.